Szombatig tart a negyedik futszál torna női röplabdával kiegészülve az Elte és a Beac közös rendezvényen, ahol a Kárpát-medencei Magyar Egyetemek csapatai csapnak össze. Szendre József korábbi válogatott kapus spanyolos Homa sportszerfőnök és Simon Gábor Beac ügyvezető a vendégeink, hogy erről a tornáról beszélgessünk. Jó reggelt kívánok, sziasztok! Jó reggelt kívánok! Van ebben valami furcsa, de izgalmas, hogy amíg ez a magyar-román meg ellentétek, meg zárt kapus, és közben ilyen jó kis Kárpát-medencei Egyesítő egyetemi bajnokság zajlik. Igen, hát nem. De véletlen, csak véle... Nem, véle... nem is véletlen az egyben Nem is, nem is véletlen, uh -huh. ezt akartam mondani, hogy így is terveztük meg. Uh, ennek a tornának négy állomása van, ez a budapesti uh, fordulója, és ezen kívül van uh, Komáromba Szlovákiában, egy és két erdély tornája is van, és Székelyudvar helyen volt az előző torna, az erdély labdarúgó diákkupa, és ott találtuk ki ennek az időpontját a, az ottani srácok szervezőknek a a javaslatára, hogy mi lenne akkor, hogyha... Egyfajta kísérő rendezvény, és akkor itt legyen mindenki. akkor, És hogy ki is tudnánk menni a mérkőzésre, hát akkor még, mink mink. még nem tudtunk arról, hogy ez egy zárt kapus mérkőzés lesz, úgyhogy azért szerveztünk ma estére egy közös meccsnézést, de hát azért mégis az igazi az lett volna, hogyha együtt ki tudunk menni a határon túli magyar hallgatókkal együtt. Na most Jóska, nem az első alkalom, hogy te bábáskodsz, segítesz, védnökösködsz ott vagy az ügy mellett, miért? Gáborról én mondhatom nyugodtan azt, és még egyszer üdvözlöm a nézőket, hogy egy nagyon régi kapcsolat fűz bennünket. Ez kezdődött a futszállal, Gábor, hogy mondjam, űz, űzte ezt a játékot, űzi, és nagyon szereti a, egyáltalán a labdarúgást, és, és régen megkeresett már bennünket, hogy tudnánk-e valamivel támogatni ezt a rendezvény sorozatot, amit én nagyon jó ötletnek tartok, és nem tudom, hogy jó ez most, egy elmegyünk olyan messzire, én egy amerikai példával jönnék, én nem tudom, Amerikából, ami hülyeség megjelenik, az rögtön itt van nálunk. Szóval tudjuk azt, hogy az egyetemi és főiskolai sport micsoda népszerűségnek örvend Amerikában, és micsoda tisztelet veszi körül a magát a sportot, tehát a nagybetű sportot. Szóval érdekes, hogy ezeket a dolgokat miért nem próbáljuk meg, tehát lemásolni, és azért is örültem ennek a kezdeményezésnek, amikor Gábor ezzel megkeresett, hogy támogassam ezt a rendezvénysorozatot egyértelmű, és egy, számomra egyértelmű volt, hogy mellé álljak ennek, és ahogy tudom, segítem, és sála Istennek. Úgy érzem, hogy Gábor részér is, részéről is, egy nagyon jó választás volt, mert egy dinamikusan fejlődő márkát választott, ezt nyugodtan kijelenthetem. nem tudom, hogy elmondhatom egy itt a műsorban, de ugyan már elhangzott. Én a... már mondtam. Igen. Én. azért mondom, hogy a homát, ami az utóbbi 5-10 évben óriási fejlődésen ment keresztül, és, és, kölcsönösen mondhatom nyugodtan azt, hogy kiváló az együttműködésünk. És ott is vagy? Természetesen a díjátadókon, mérkőzéseket Belen láttam. hogy ne és külön öröm számomra, hogy... Szóval az ember, mikor elmegy egy, egy, ilyen rendezvényre, sokszor látja azt, hogy... Tehát olyan, olyan kényszernek tűnik az egész, és itt azt látom, hogy nagyon jó a hozzáállás, nagyon lelkesek a, az egyetemisták, főiskolások, óriási küzdelem van, tehát alázattal viseltetnek a, a labdarúgás mm. Gábor, azt mondlak, hogy igazából mi a missziója ennek a, a, az ilyen összmagyar felsőtart, vagy úgy mondjam, ilyen sporta kiadnak? Hát több, több célunk is van, ugye egyfelől ez egy ilyen hiánypótló rendezvény volt, 2010-ben kezdtük ezt el szervezni hogy a határon túli magyar fiataloknak legyen egy olyan Közösségi programja, ahol évente tudnak találkozni. Most már ez odáig ment el, és ez egy nagyon jó irány, hogy például jött olyan csapat, akik már nem egyetemisták, nem is fognak tudni részt venni a tornán, mert ugye már nem hallgatók és nem játszhatnak, de a torna szelleme hangulata miatt. Már az öreg vannak, diákokat is vonzom és, magyarán. Most. És most már odáig eljutunk, hogy egy öreg diák tornát is valószínű, hogy meg kell előbb-utóbb szerveznünk, a másik pedig. Minden ilyen rendezvényen szeretnénk fölhívni a Magyar Egyetemi Sportra a figyelmet. Én egyébként a Magyar Egyetemi Főiskolai Sportszövetségnek elnökségi tagja is vagyok, meg az Eltebe Acnak, mint egyetemi sportegyesületnek, ami most már majdnem 115 éves a, az ügyvezetője, és ezekkel mind azt szeretnénk, hogy <höhö> nagyobb figyelem irányuljon az egyetemi sportra, és ezen belül a futcára is, ami szintén egy dinamikusan, növekvő sport, és pont az egyetemekre van kitalálva, úgyhogy ez egy jó hír is, hogy úgy néz ki a Budapesti Labdarúgó Szövetséggel, Lovász és az MLS támogatásával a következő ősztől be is tud indulni egy budapesti futszál egyetemi Egyetemi főiskolai folyamatos futszál És ez egy rendes bajnokság lenne, nem ilyen kuparendszerű, amiket most csinálunk, hanem az egy igazolt játékosok bajnokság rendszerben. Jóska egyébként, ugye az életkor persze fontos, mert az ember minél hamarabb elkezdjen focizni, de ha valaki nem lett profi futbalista, és még ilyen típusú egyetemi főiskolai bajnokságban játszik, és mondjuk egy jó szemű megfigyelő, mondjuk legyél, te észreveszi 18-19 évesen, hogy ügyes, akkor még elképzelhető, hogy lehet valakiből valami? Én vallom azt, hogy, és az ember, legalábbis én olyan típus vagyok, hogy mindig a saját példámon szeretem szemléltetni a, a folyamatokat, hogy hogy uh -huh. is működik ez az egész, mert, mert azt hiszem abban egyetértünk hogy mind a hárman, hogy nálunk az időzeljelbetett szakembereink eldöntik, hogy na hát te belőled nem lesz semmi, te, te jobb, ha abba hagyod, ami hozzá kapcsolódik rögtön ahhoz, amiről Gábor beszélt. Hát itt látjuk most Bajner Bálintot a dort. Pontosan, bá, hogy... Itt tehát mi eldöntjük, hogy ő belőle már úgysem lesz semmi, tehát visszakanyarodva oda, hogy én mindig azt a személyes példával szeretek példálozni. Tehát én azt tapasztaltam, hogy én 33 éves azért benne voltam már a korban, amikor kikerültem külföldre. Tehát folyamatosan fel lehet fejlődni. Kérdés, milyen szakmai munkát kap az ember? Tehát most csak, most, csak, most már 50 akárány éves, vagy nem mondom, hogy mennyi, <laughs> mert már nagy sok, de, <laughs> Szóval ha most én elhatározom, hogy elmegyek, egy kicsit kondicionálisan rendbe teszem magam, hogy természetesen nem ilyen duzzadó izmaim lesznek, de most lemegyek a konditerembe, én állítom, hogy egy fél év múlva, vagy egy éven belül nyoma van. Uh -huh. Tehát biztos, hogy látszani fog rajtam, hogy, hogy kemények lesznek az izmaim, még lehet, hogy rakódik is rám egy kis izom. Tehát én, én, én nem vallom ezt, amit itt mi mondunk, hogy pálcát törünk már a tizen, akárhány éves gyerek fölött. Uh -huh. Tehát akárkiből lehet, 19 éves, 18, tehát megint visszakanyarodva a személyes példámhoz, én például 17 évesen kezdtem be futballozni. Hát tehát addig az, az már ugyanígy ugyanaz, középiskolás, abban az időben, amikor még én jártam középiskolába, létezett a középiskolai bajnokság labdarúgásban is, de szerintem lehet elképzelhető, hogy más sportágakban is. Tehát óriási felhajtásod utazott az egész iskola. Hát azt tudom mondani, hogy az egy olyan időszak volt, amit így oktatásba, oktatási és sportkapcsolatában érdemes volna visszacsempészni. Hogyne, hát, és meg, meg megint visszakanyarodva, tehát az elejéhez Amerika, vegyük. Mert mondom, a rosszat azt rögtön átveszünk. De az egyetemi sport, meg a középiskolai sport, főiskolai sport, hát aki ebben nő föl, az valószínű, hogy meg fogja szeretni magát a sportot, tehát a nagybetű sportot. Ez biztos, hogy tisztelettel fordul mindig a sport felé, és tisztelni fogja a nagy eredményeket elért sportolókat, mert tudja azt, hogy micsoda erőfeszítés, meg milyen munka kell ahhoz, hogy valaki eljusson a csúcsra. Na most ez ez nálunk sajnos szomorúan kell uh -huh. kijelenteni, nem véletlen ez, hogy ide süllyedt a sport, semmiféle tisztelet, semmi uh -huh. alázat kifogyott a sportolókból, vagy elveszett a sportolókból, meg a sportolók iránti tisztelet, azt hiszem, ebben is egyetértünk teljesen elveszett, nem véletlenül, hogy visszanyúlkálunk itt még az 50-es, meg nem is tudom már, vissza kell menni lassan a két háború közé, Igen. hogy olyanok beszéljünk, és itt elismeréssel beszéljünk egyes -egy sporttal uh -huh. Gábor, a maga ugye a rendezvény, ahogy nézem, azért bővül folyamatosan, tehát ugye most is több csapat lesz, mint tavaly volt, igaz? Meg, meg, meg több helyről. Igen, meg a sportok számában is. Ez tavaly óta van így, amikor a női röplabda bekapcsolódott. Ez célunk mindenféleképpen, hogy ne csak fiúk számára teremtsünk ilyen sportolási lehetőséget. lesz női a, foci is előbb, a szóval az női Egyébként abszolút így van, én a saját egyetememről, a saját egyesületemről tudom mondani, hogy óriási érdeklődés van a lányok körében is a, a futsal és a labdarúgás iránt is. És hát amennyire tudom, az MLS stratégiája is, meg a magyar labdarúgás is a felé megy hogy eh, ahhoz hasonlíthatóan, mint mondjuk Hollandia, Németország eh, egyre több igazolt női labdarúgó legyen. Most én nem vagyok teljesen biztos benne, de állítólag most Magyarországon annyi, igazolt labdarúgó van, amennyi Hollandiában női labdarúgóból van. Tehát biztos, hogy a nőknél ebben lehet óriási fejlődést. És ugye ezt mindenki elmondja, hogy ahhoz, hogy a gyerekek focizni menjenek, és nem más sportágat válaszanak, az igenis a, az édesanyákat, a nőket is meg kell győzni, hogy ez egy jó sportág, és a srácok jó helyen vannak. Úgyhogy az egyetemi sportban is hasonló a, a feladat, de egyébként az egyetemi sportban nagyon mennek azok a sportágak, ez is személyes tapasztalat, hogy a táncosportok, az ez a a cheerleading, is cheerleading ugye ez is van nálunk. Az jó, jó, nem baj, ha jön Amerikában. Persze. persze, ez egy jó kísérő rendezvény. Ez egy jó kísérő rendezvény, és most odáig indul, az első ilyen cheerleader verseny, ami e, három éve volt, ott még vegyes csapatok voltak, mert kevés csapat van cheerleadingben. De most voltak, pont ebben a műsorban, egy három nappal igen, ezelőtt igen, a Ritáék. El 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 az Elte is az egyik egyesülete ennek a magyarországi folyamatnak, és most úgy néz ki, hogy a most szombati cheerleader döntőn ott most már jóformán csak egyetemista cheerleader csapatok lesznek. Tehát igazából eljutott odáig a sporták, hogy már az egyetemekből kitermelődik annyi csapat, hogy őket meg lehet versenyeztetni. Ugye Miskolcon, ami volt verseny, az az több korosztály, Igen, több egyeset, az nem volt így leszűkítve, lesz de most már van 8-10 olyan csapat, akik egyetemisták, van mellette az egyetemen kosár, röplabda, futszál csapat, és mellettük, velük együtt fejlődtek föl ezek a szurkoló csapatok is, uh -huh. és ez egy nagyon jó ez az amerikai példához. Hát igen, mert most valamelyik nap például amerikai, a, a, az egyetemi pólóbajnokságról is beszélgettünk itt, tehát úgy tűnik, hogy élető félben van az egyetemi sport, meg bajnokság, ami egy nagyon jó hír. Jóska rajtad kívül nagy ágyuk, régi kiváló focisták felfeltűnnek majd itt a, a, a tornán. Azt hiszem, hogy az MLS-ből, tehát a Gáborék meghívták az MLS természetesen erre a rendezvényre, meg az MLS segítségét kérték a rendezvény lebonyolításához, és a Dunai Antalt meghívta, úgy emlékszem, tavaly is ott volt a Dunai, emlékszem, találkoztunk, a, hát más sportág volt, ott volt a Csisztu Zsuzsi, tehát természetesen a labdarúgás képviseli magát, öreg fiúk szinten ezen a rendezvényen. No, hát euh, akkor sok sikert euh, a már folyó, és ugye hétvégéig folyó tornál, az meg jó közös szurkolást is mindannyiunknak. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Köszönjük szépen. Nagyon szívesen.